Hát, amögött a parlamentnek is jó reggelt! Sziasztok, Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, ami egy elég érdekes videónak ígérkezik, ugyanis plusz egy taggal bővült a Proda Pest Dominikon kívül. Az a kizé! Homok. Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha hát ugye felrakjuk szépen az épületre. Jé! Ezt nem hiszem el! Nagyon izgatott vagyok, ugyanis az elmúlt időben egy nosztalgikus érzés kapott el engem. Nagyon hiányzik nekem a Broda Pest. Nagyon nehéz is volt, de egyben jó érzés is volt visszanézni a régi videókat, a régi tartalmakat, amiket együtt gyártottunk. Tudjátok, az elmúlt két és fél évben a Broda Pestnek azért volt egy ilyen kis mini történelme, rengeteg minden történt velük, de nekem nagyon hiányzik ez az időszak, és hogy őszinte legyek, megkísérelem a lehetetlent. Kivettem újra egy lakást, és azt szeretném, hogy a Broda Pest karácsonykor most együtt legyen, és együtt töltse a karácsony, ami nem tudom, hogy mennyire lehetséges. Tehát azért elég régóta nem adtunk ki közösen Broda Pest tartalmakat, de most megpróbálok mindenkit idesődíteni, és izgatott vagyok a következő 2-3 órával kapcsolatban, hogy miket is tartogat, és hogy szeretnék-e a többiek is, hogy ez megvalósuljon, és látják-e azt a lehetőséget ebben az egészben, amit én látok. Itt van mögöttem a lakás, amit majd meg is mutatok nektek, berendezkedtem, mackó-nackóban vagyok, és hát most jön ugye a lehetetlen része kb. Mindenkit ide kell valahogy hívni, valamilyen érvel, indokkal, kifogással, és be kell adni nekik, hogy ez jó lesz, és remélem, hogy ők is hisznek majd ebben az egészben. Nem tudom, bezárom az ajtót, ezt nem tudnak kimenni. Na mindegy, telefonálgassunk, felhívom először Rebekát, nyilván mert ő a barátnőm, aztán Dominikot, Bálintot, és így tovább, és így tovább. Na cső, megérkeztem, beszélj. Petkenyfogaimat így megvillantottam nektek. Ide hívott valami helyszínre, úgyhogy most találkozunk vele. Jó, tegyem. Na. Amint láttátok, motorral érkeztem, ahogy szoktam mostanában kicsit. Ide jól nézek ki, basszus, nem hiszem el. Mi? Nem megyek el! Most jött! Most jöttem! Ja? Jó. 7. emelet. Indulunk fölfele. Dumázunk egyet Bencével. Bocsánat, ez közben kicsit a részesei vagytok itt a budapesti kerületi csodáknak. Éppen lomi van. Rohadt hideg van amúgy, én hülye nem húztam össze a kabátomat, így motoroztam. Féltem is, hogy kiesnek a cuccaim. Na, ez ennyi. Ez így a hátogon pont jó benne van. Megérkeztünk. Azért van nálam ez a ketyere, mert kezemben nyomták a kamerát, hogy használjam, láthatóan módon elképesztően jól értek hozzá. A szög is ideális, hogy lehelyeztem. A motort leállítjuk, nem szennyezzük a környezetet, tehát ide kellett jönnöm erre a címre, amit a Bence megadott. Imádom, hogy így random szokta megmondani, hogy most gyere ide azonnal, egy meló kellős közepén voltam éppen, amikor ide rángatott. Nem tudom pontosan mi fog történni, vannak sejtéseim, hogy miért hívott ide. Úgyhogy most én fölmegyek, és akkor ott majd kiderül, nem tudom, hogy kik lesznek itt, úgyhogy gyertek, nézzük meg együtt. Király, szerintem forog, kis piros resz folyirat világít. Szóval, nem tudom mennyit hallottok egyébként most belőlem itt az utca közepén, az utca zajából. Itt vagyok a Király utca közelébe, és itt jövök fel a helyszínre, amit ugye Bence mondott. Jézusom, vlogolok gyakorlatilag. Amióta egyébként ezzel foglalkozok, ilyetem, mert nem csináltam ilyet. És ezek pénzt keresnek belőle. És hát, amit mondtam éppen, lomi van. Ha érdekel bennetek ez szék, akkor azt itt találtok majd amúgy. Szóval ez egy tök sűrű kerület, teli van külföldi diákokkal, nagyon sokan járkálnak ide, leginkább angolok, oroszok, németek. Szóval egyébként, hogyha ti bárhonnan mondjuk vidékről néztek egyébként minket, vagy bárhonnan követtek, érdemes feljönnötök egyébként Budapestre. Budapest azon kívül, hogy a főváros, tényleg teljesen más, mint amihez hozzászoktatok, sokkal nagyobb a pörgés, sokkal több minden van, és még mi is itt vagyunk például. Na, azt megtaláltam az emelet, az előbb elcsesztem. De most ha megvan, azt mondta Bence, hogy a folyosó végén számot nem mondta, hogy tök jó, meg rácsos ajtó, úgyhogy szerintem megvagyok. Az lesz az. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi a túró fog itt történni. Ez egyébként hogy nem görcsöl be a kezük így tartani folyamatosan a kamerát? Ezt nem értem. Na, majd jön. Hello. Hi. Te?
Egyre érdekesebb itt a dolog, ami történik. Miért nem lepődök meg egyébként? Szevasztok! Hele! Ez egy kicsit kurika. Mi újság, te sokkal beszeretnek próbálok így. Mi neki nem köszönöm? Szia! Szóval is valami... De hogy nem értem. Meg, de udvariatlan vagy. De hogy nem értem, gyerekek. Elmondjátok, hogy mit csinálunk itt? Hát nem tudjuk. Sponsor videót forgatunk. Igen. Sponsor videó. Timinek van egy sponsor videója. Sponsor videót? Igen. Hát a sponsor videót. Hát te ezért hívta ide Bence, de hogy minket miért hívott ide, az egy nagyon... Szólaljál már meg valamit. Szokás. Amúgy milyen videó? Csak jöttem. Van, persze. Ez nem egy szponzor videó, de. Mi van? Nem, hát egy meló kapcsán, azt tudni. Jó, és akkor többi fog? Hát majd gondolom, Bence elmondja, figyeljük, de csörögjünk már rá. Hagyjuk a videódat. Hívjuk hol fel? Van Bence? Hát mondjuk hívjuk fel. Én nem tudom, félni, mert láttam a kocsikat, tehát van. Ezek így gyorsak hittem, ezek a... Azt annyira le vagy foglalva a kamerázással, hogy azért nem. De te most menedzserként vagy vloggerként leszel benne a videóban? Merül gyerek. Azt jelent, hogy gyerek van. Azt írt, hogy dolgozik. Azt írja, hogy gyerek van. Hello? Mi van? Bence, mit csinálsz? Elég nagy bajban vagyok, te megoldó. Mi van? Baj van. Elég nagy bajban vagyok, te megoldó. De hol vagy? Azt hallottam a lányba. Bence? Meg rám nyomta. Bajban van? Hála az égnek végre, valami ízét történik vele. Ma szórakozott, nem? Hát nem tudom. Megprankelt minket. Megprankelt, remélem az automata agasztja teli. Suttogban, hol igaz? Ott nem. Most hívjam. Hát nem tudom, én nem tudom, félitek el, nem van a kocsiból, te lomtad. Írt egy annyit, hogy megoldom. Akkor minden zsír megoldja, hagyd. Zsír. Hashtag megoldás. Írt neki egy pok. De ilyen. Oké. Na jó, én igazából feladom, csak nincs túl sok időm erre a játékra, tehát hogy... Jó, Bálint, mi sokkal régebb óta várunk itt, mint te, úgyhogy ne... Ne, kerüljön elő is kész. Miért állnak mindig ki a haján? Hallod? Nem a szembe még egyszer, Domi. Megint tovább lesz egy varva. Megint megpróbált beprenkelni, hogy szedjem le a göngyöket. Igen, így értem. Mi az a göngy? Az göngyöket. Újra nyáltam végig egyébként. Hallottátok, hogy azt mondtam, hogy göngy. Jaj, te megjött a... Na? Ez nagyon rács, aztán gyorsan figyeljetek, menjetek be gyorsan van egy szobába, nagyon rács. Mindjárt elmagyarázom, esküszöm, és menjetek be, mi menjél be gyorsan a fürdőbe. Mi? Hova? Szoba? Fürdő? Hova? Menjünk az, mi? Ebbe a fürdőbe gyorsan, várjál, Dominik, te mindjárt. Jó, oké, szia! Kapcsolj a lámpát, várjál. Nincs hangja. Hopp! Na jó, végem. Szóval ilyeneket fogunk fölvenni. Zseg. Gyerekek. Hello, üdvözlök. De várjatok, mert még van egy meglepetésem a számotokra. Hé, figyeljetek már egy picit ide, léci. Mint már mondtam nektek, van egy meglepetésem, vagy egy bejelenteni valóm, aminek nagyon fogtok örülni szerintem. Ez az én fejemből pattant ki, szóval így kezeljétek az információt. Meg fogjuk csinálni a Brodapest irodát. De zsavű! Oh, yeah. Nem, egyébként nem ezért, nem. Jó, nem húzom tovább az időt. A lényeg annyi, hogy bennem, hogy őszinte legyek, eléggé nosztalgikus érzések törtek fel az elmúlt egy-két hétben. És arra gondoltam, hogy ismét megcsinálhatnánk azt a féle Brodapestet, amikor összeköltözünk, mint a régi szép időkben. Ezért! De jó volna, kivettem ezt a lakást, nem csak erre délutánra,
hanem alapvetően egész karácsonyra, tehát az egész december a miénk, és azt szeretném, hogy... Úgy látom, hogy Dominik örül neki! Hát figyelj, most éppen egy kicsit csöves vagyok, úgyhogy ezzel megmentettél. Bence, nem szóval. De hallod? Albéletem van, most kidobom az utcára? De nem dobod ki az utcára az albéletedet, ezt meg fogjuk dumálni. Ott is lakok meg itt is? Igen! Ne, hát kinek van még ilyen jó dolog? Bence, igazándiból azt szeretem, hogy mindig megbeszélsz vele mindent. Jó, de Bálint, egyrészt várj, ezt nem értitek át. Tehát egyrészt ez az én pénzem, semmi céges pénz, meg ilyenek, mint ahogy múltkor voltak a dolgok. Én pénzem kivettem, nem kell átbeszéljem veled, hanem csak az a lényeg, hogy benne vagy. Bence. Benne vagy. Most az a lényeg, hogy nekem mennyit kell fizetnem ebben. Mondjad. Tudunk beszélni egy kicsit? Tudunk, dumáljunk. Fel, menjünk fel. Hát nem így szeretném. Jó, menjünk fel. Gyerekek, Bence újabb remek ötlete. Szerintem meg minek örülsz? Nem ez életed meg. Stekszelni fognak szerintem. Hallod? Kapni fog most az arcára. Stekszelnek. Jó van, már még hányszor mondod el? mit akartam mondani? Esküszön, nem tudom, elfelejtettem. Hát, ember, el kéne mondani Timinek, hogy nincs szponzor videó. Ja, igen, ez az egyik. Nem tudom, ennek örülsz-e vagy nem. Timi, nincs szponzor, nincs. És most itt fogunk lakni? Hát, ha szeretnék, gondolom. De mondjuk, ennek csak én örülök szerintem, vagy nem tudom, hogy ti mennyire. Hát én úgy tudtam, hogy egy napig lesz ez itt kibérelve, tehát azt hiszem, hogy betesőben... Azt hittem, hogy egy órát leszek itt. Na, mi van? Foghatom a kamerát, vagy? Jó, mindegy. Mi az, hogy mi van? De ne röhög, úristen, de fel a Bence! Mi van? Jó, nem? Esküszöm, hogy ezzel idegesítesz fel a legjobban, hogy röhögsz, ne röhögjél már! Jó, nem röhögök. Arról volt szó, hogy ma délutánra kiveszed ezt a nyomorult lakást. Igen. Miért kell szervezkedni úgy, hogy nem beszéled meg senkivel? Oké, de akkor beszélj meg, hogy ez gond. Karácsonyra akarod kivenni, amikor most költöztünk be a házba. Ez lenne az első igazi közös karácsonyunk. És most te felrugod az egészet, anélkül, hogy megkérdeznél. Jó, ne haragudj, én csak azt szerettem volna. Próbáljuk meg megbeszélni a dolgokat, Rebeka, jó? Nevetséges vagy ilyenkor. De most Bence, akkor ezek szerint közben kibérelte ezek szerint hosszú távra, ezek szerint, hogy ezek szerint. Az anyámat. Ti maradtok? Hát persze, hát ne szórakozzál. Én még körülbelül 5 percig maradok, amíg ők ott fönn megeszik egymás utána, így nézd, így elszállok. Tehát akkor... Akkor nem költöttél ide? Ez vagy ide. Hogy költél? Ez vagy te, megint számíthatunk rád, mint mindig. Na jó, figyelj, ezt nem, de tényleg egyébként, tehát nagyon örülök neki, már megint ide lettem rángatva, egy napra kicsit meglepi, kicsit szivatás, a felét nem értettem, úgyhogy én mindjárt lépek. Bence, gyertek már itt lefele, mert így amúgy nem mennék. Is értem téged, miért hívott? Tehát... Te nem nagyon kell lesz ide. De tudod még ki az, aki nincs itt. Most még beszélgetünk. Én csak komolyan akarom megdumálni a dolgokat. Azt szerettem volna, hogyha mindenki jól érezni magát, és visszajönne ez a régi brodapestes feeling. De nem volt az a célom vele, hogy szétrobbantsam a dolgokat, és nem szeretném, hogy ez miatt haragudjál rám, vagy... De nem haragudnék rá, ha megkérdeztél volna előre. Mert azért, mert meglepetésnek számít. Jó meglepetés volt. Mizu. Közös szoba? Mi? Na jó. Na itt lesz nekem ebből a legyen. Figyú, majd szóljatok, hogy mi lett. Szóljatok ennek a kis cuki párosnak, szevasz. Itt elég a gyerekek. Kamera most így nincs. Szevasz, Dezső! Csak mondom, ha te is ide költözöl, erre még nem vagy felkészülve. Ugyanis nem véletlenül költöztünk szét adnám. Nem amúgy jó dolog, nem. Poén volt. Egy dologra figyelj, ne legyél velünk 0-24-be. Mert mi Bencével minden, tehát úgy kezdtük, hogy reggel mellette keltem, este együtt egy ágyba? Hát volt olyan. Ez érdekes, no, nem? Homo, de volt mennék, ilyen is. Mennék, ha Bálintra hívott volna. Akkor egyedül maradtam, szevasztok. Nem, hát megpróbálom. Viszont, ha már nincs szoba, akkor te alszol a kanapén, mert nem, már... te. Úgy nézek ki, mint aki örül. Őszintén. Nem tudom. Jó, akkor ne borítalak onnan az ágyról. Akkor nem örülsz, de akkor mi legyen? Tehát lemondjam? Lemondom. Egyébként örülsz miért kellemetlen a pozícióban nem tudnám tartani ezt a kamerát, csak gondoltam szóval.
Tehát ja, neked is van ilyen jó profilod, meg... Csak rossz van, de hogy... Ja, annál akkor még... meg nem tök mindegy. Ja, még de. Ha már nem lehet rajtad segíteni, akkor nem tök mindegy, honnan tartom. Kellemes. Na, nézzük meg, hogy mi van velük? Nem. Nem? Majd megbeszéljük. Azt rájuk nézni közben, tudod, mit csinálnak. Nem az érdekel, hogy kivetted ezt a hülye lakást, hanem miért nem lehet megkérdezni. Meglepetés! Miért karácsonykor meglepetés ez el? Hát azért, mert ez a szeretet ünnepe! Hát pont na. Ezért otthon, ketten, Romiba, izé... Na, én azt mondom, hogy ne vitatkozzunk, hanem otthon is leszünk Romiba, és a barátainkkal is leszünk, és ne legyen közöttünk ez a konfliktus, mert soha nem szoktunk veszekedni, és nehogy már most hát mert normál esetben nem csinálsz ilyen hülyeséget. Az a baj, szívem, hogy most... Aj, te majom! Majom baj! De ez jó szándékból ment, nem azért, hogy kicsesszek mindenkivel. És még az a bajom, hogy ha már így kettesből beszélünk, hogy még le se okézták az emberek. De én nagyon szeretném ezt, mert imádtam mindenkivel együtt lakni. És azok... Jó, figyelj! Igazából megvesztegethető vagyok. Tudod, vannak azok a szép kis rózsaboxok, mármint, hogy kicsi, azt nem úgy értem, tényleg kicsi, hanem úgy kicsi. Mint a nem szoktál ma kapni. Kapok egy kis virágot, és ha a többiek is beleegyeznek, akkor legyen, mert nem én vagyok az, aki szeretné elrontani a jókedvet, és tudod jól, most már ti is tudjátok, hogy nagyon bírok mindenkit, és tök jó ötlet, csak rosszul esik, hogy pont engem nem kérdeztél meg. Jó, hát ebben igazad van valószínűleg. Tényleg, ebben igazad van. Miben van még igazam? Miben? Vagy majom vagy. Majom vagy te. Bup! Megtenni az unokahúgomat, ne laptopozza? Bup! Na jó, menjünk le, nézzük meg mi van. Többiek? Fiatalok? Hello! That's what's up! Megbeszéltük a dolgokat. Rebeka nem haragszik, elfogadta a dolgokat. Nem gondoltam volna. Mit? Hogy sikerülni fog. Mit? Megbeszélni. Mert? Mert mit? Mit gondoltam? Nem, béka van, béka van. Viszont most kérdés felétek, hogy ugye mi a vélemény az egészen kapcsolatban? Timi, hogy jutott a kanapé? Hát a Timi, de várj! Marad mindenki? Timi, marad? Hát én nyilván maradok, ne fárasztatok már. Igen, a Dominik az mindig jó, a mindenkivel lesz. Most inkább Timire gondoltam, mert őt nem tudjuk még, hogy hogyan. Jó, elmondani. Most a kérdés, Bence, maradsz? Timi, vetted ki a lakást, haver. Igen, hova maradunk. Maradunk. Elmentsz. Nem, amúgy nem tudom, ki vett. Timi, te még nem laktál velünk, meg nem tudod, hogy milyen nem, ez. Én még a szüleimmel kívül senkivel nem laktam igazából. Oh. Úgyhogy engem csak azért megyek bele, mert érdekel, hogy milyen barátokkal barátok vagyunk. Érdekel, hogy milyenek barátok. Érdekel, hogy milyenek barátok. Érdekel, hogy milyenek vannak barátaid. Szóval ki szeretném próbálni. Igen, ezt megpróbálhatjuk. Akkor mind a ketten benne vagytok? Benned vagyunk. Yay! Igen. Ja. Viszont akkor ne haragudj, azok átjövök a másik felére, hogyha összeköltözünk, akkor kérne találni azt, hogy mit csinálunk, mert mégiscsak karácsonyra vettem ki a K-Road. Szerintem mi leszünk a kaja felelősök. Kivel, Dominika vagy Timivel? Szerinted? Miért a Dominika is hát... Na, akkor mi majd rendelünk kaját. Nézd oda. Jaj, kinek nem a főzcét tetted majdnem egy hónapig? A Bencét. Mi leszünk a kaja felelősök, ti pedig a fa. Mi leszünk a fa? Kell karácsonyfa. Jó, akkor oké, mi leszünk a faszállítók, és hozzuk a fát. Jó? Tehát, hogy nyugi, nekem vannak kapcsolataim, a nézőim is jól tudják, hogy hozzuk a fát. Ne lopjatok Léti Bence. Azt hittem, hogy tényleg. Vegyetek. Nem veszünk, hát Timi! Hát Erdélyből jöttem, falopó vagyok, hát most már nehogy már izé. Végre a mesterségemet űzhetem. Én meg alapból lopkodok. Hoppá, megjött Bálint. Na haver srác! Hova tűntél el? Itt már nagy szervezkedések van, amikor ki mit fog csinálni. Mondom, itt leszünk egy darabig. Egy kérdésem van. Na? Hol van maradék három?